A mai evangéliumban Jézus a hozzá legközelebb álló személyekhez egy nagyon fontos intelmet intéz, mégpedig, hogy felövezett csípővel és kezükben égő gyertyával éljék mindennapjaikat. Ezzel a mindenkori készenlétre, éberségre inti őket. Ha valamit készre jelentünk, az azt jelenti, hogy befejezett, és rendelkezésre áll. Tehát Jézus azt kéri, hogy álljak a rendelkezésére, méghozzá nem csak abban a pillanatban, amikor betoppan, hanem a várakozás minden pillanatában. Mihez kötöm én a készenléti állapotot úgy általában, illetve most? Rendezett körülmények otthon és a munkán, a család bebiztosított anyagi jövője? Vagy éppen az a tudat, hogy ma megtartottam a 10 parancsolatot, és még a tervezett Szent Jónást is elvégeztem, megéltem egy bizonyos kort, és eljutottam a tudás és bölcsesség meghatározott szintjére? Mi az a pont, amikor azt mondom, hogy kész, ez így tökéletes és befejezett? Vajon, ha Jézusnak mindezt elmondanám, és úgy gondolnám, hogy készen állok, nem mondaná-e azt, amit a gazdag ifjúnak, hogy valami még hiányzik belőled? Mi kell ahhoz, hogy ne én éljek már, hanem Jézus éljen bennem, hogy az ő jelenléte töltse be minden gondolatom, cselekedetem, lélegzetem, hogy ne a magam céljainak éljek, hanem az ő tökéletes tervének. A gonosz szüntelenül ostromol a téves önmegvalósítás, amíg nem vagy kész, elég jó, sose leszel elég jó tudattal. Világi szempontból igaza van, hiszen a földön még a készenléti állapot is mulandó, mert újra jön a kísértés, a bűnös hajlam újraébred, a várakozásba ismét belefáradok, a jólét és biztonság érzetet megtöri a betegség és a halál. Viszont nem szabad elfeledkezni, hogy az adja a megerősítést, aki maga is megélte a kísértést és a fájdalmat. Jézus a lélek által megadja mindazt a kegyelmet, ami az üdvösségre vezet. Ehhez viszont éber és nyitott szív kell. Ő már kiemelte emberi mi voltunkat a bűn rabságából, és egy csodás szabadságra hívott meg. Mindig van remény, és mindig van újrakezdés, ha azt Istennel tesszük. A világra borult nagy sötétségben a kezükben égő gyertyát tartó emberek azok, akik a reménytelenségből a kiutat meg tudják mutatni mások számára is. A mai napon ünnepelt magyar szentünk Imre herceg kiváló példája a bölcsesség könyvében leírt igaz embernek, aki akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. A bölcsesség, amelyet tanúsított, a tudatosan vállalt imádságos és szűzi élet, az erények gyakorlása és édesapja által adott üdvös intelmek megfogadása egy felövezett és égő gyertyával élő személyre utalnak, és bizonyítják, hogy az életszentséghez nem lehetünk túl fiatalok vagy felkészületlenek. És ezt bizonyítják korunk szent életű fiataljai is, Carlo Acutis, Chiara Badana, Brenner János, Helena Kmetz, Gianluca Firetti. Mindenható Úrunk, Szent Imre herceg közbenjárására segíts, hogy intelmeidet hozzá hasonlóan megfogadjuk, és aszerint éljünk, legyünk éberek. A fiatalság számára pedig kérjük az igaz szeretet megismerését, a hűség és bátorság lelkét, hogy legyenek a fény és remény hordozói.